18. alkalommal gyűltek össze a város felnőtt kórusai advent második vasárnapján, hogy gyönyörű dallamokkal töltsék meg az evangélikus templomot. Idén a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete énekkara és az evangélikus gyülekezet kórusa szervezte meg a hangversenyt, melyen 5 kórus vett részt. Hagyomány az adventi időszakban, hogy Pápaváros felnőtt kórusai egy közös alkalomra gyűlnek össze, most az evangélikus templom adott otthont a közös éneklésnek advent második vasárnapján. 18. alkalommal kerül megrendezésre az adventi kórus találkozó, melyen a város felnőtt kórusai vesznek részt. Ez alkalommal a gyülekezet, az evangélikus gyülekezet kórusa és a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesülete szervezte meg. Ugyan nem mi lennénk a sorosok, de úgy gondoltuk, hogy ezt a szép hagyományt nem kellene elfeledni és kihagyni, mert hogyha egyszer megszakad valami, én azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy a következő évben már nem olyan jól sikerül. Igaz, hogy 5 kórus lesz csak most, de remélem, hogy ugyanolyan szép és értékes műsort fognak bemutatni itt a kedves közönségnek, ami az adventnek megfelelő, és az adventnek az ünnepélyességét emelik. A koncertre megteltek az evangélikus templom padsorai. A megjelenteket Unger Tamás alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, ez az alkalom a közös éneklés ünnepe, ilyenkor a karácsony idéződik meg a dalok által. Én azt gondolom, hogy ha ezt az adventi várakozást nézzük, a koszorú az nagyon jól ki tudja fejezni, hogy mire is gondolunk, mire is gondolhatunk, amely időszaknak a végén elérkezünk majd az év legszebb ünnepéhez, karácsonyhoz. Hiszen a 4 gyertya, amelyből 2 mai nappal tehát már égni fog, elhozza, szimbolizálja számunkra a hitet, a reményt, a szeretetet és a békét. Az, hogy egy ilyen hagyomány évek óta, nagyon régóta a városban él, ez azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, és maradjon is így. Ilyenkor, amikor ünnepelünk, akkor a lelkünk, amikor örül, akkor gyakran dalra fakadunk. És ezek a dalok, ezek mindannyiunknak szólnak, ezekben a dalokban megidézzük ezt az ünnepet, legyen ez az ünnepnek a lényege, karácsony esetében Jézus születésének az ünnepe, vagy legyen csak az a hangulat, amit mondjuk a Kis Karácsony, Nagy Karácsony című dallal idézünk meg, legyen az a családi otthon melege, az a hangulat, a karácsillata és a fenyőfa szépsége, amiről énekelünk, és nagyon sok minden másról. Én azt hiszem, hogy akik ma eljöttek, mindegyikük lelkükben egy kis dal van, a kórusok pedig segítenek majd ezeket a dalokat megszólaltatni. A közös éneklés ünnepe, a együttes, társas éneklés ünnepe és öröme kísérje el ezt a mai rendezvényt, és kívánom, hogy a 3. és a 4. gyertya fellobbanásával, amikor is a
teljes fény majd beköltözik az otthonunkba, és megérkezünk karácsony ünnepéhez. Ez töltse be az önök várakozását is. Legyen az önök ünnepe ugyancsak a négy gyertya által hitben, reményben, szeretetben és békében jellemezve. Ragyogja be a fény az önök ünnepét. És polgármester úr nevében is szeretnék mindannyiuknak békében, boldogságban áldott karácsony ünnepeket kívánni. A találkozón 5 kórus vett részt, a Nyugdíjas Egyesület énekkara, az Éneklő Szülők kara, a Szent Anna kórus, a Pápai Evangélikus Gyülekezet kórusa és a Honvéd Bajtársi Klub Vidám Nagyik kórusa. Voltunk már itt többször is, egy pár év kimaradt, mert nagyon népszerű lett a kórus, és nagyon sok helyre hívtak bennünket, és időpont egyeztetés miatt nem sikerült mindig fellépnünk, de nagyon szívesen jövünk ide, és hát nagyon örülünk, hogy az idén is itt lehetünk. Mi rendhagyók vagyunk az itteni kórusok között, mert mi zenei alapokra énekelünk, és kicsit a könnyű zenét belevesszük ebbe a programba. Hallelujah.
Ha Isten be tud lépni az ünnepbe, akár egy mosolyban, akár egy ölelésben, vagy egy pár perces csendben, amikor az asztalnál ülve ráfigyelünk, akkor a karácsony már nem a kereskedők és az üresség ünnepe lesz, hanem Istené, aki be tudja tölteni életünket. Karácsonykor figyeljünk Jézusra, mert ő az igazi ajándék és az öröm forrása. Így fogalmaztak a Pápai Történelmi Egyházak lelkészei, egyházi magazinunk hagyományosan megtartott karácsonyi kerekasztal beszélgetésében. Jézus születésének ünnepén a forrás külön kiadását láthatják. Sok szeretettel köszöntöm a Pápa Városi Televízió nézőit így a 19 karácsonyi adás kapcsán. És ahogyan már megszokattuk, újra egy kerekasztalnál ülünk, és újra együtt beszélgetünk a különböző felekezetnek képviselőivel. Így köszöntelek mindnyájatokat. Egyrészt köszöntöm Szakács Gergelyt a reformátusok részéről, másrészt Salgó Ferencet a katolikus részről, illetve a Polgárdi Sándort az evangélikus részről. Köszönöm, hogy eljöttetek. És ugye megszokhattuk már, újfent karácsonyról szeretném beszélni, kicsit inkább szubjektív, sajátos szemszögből. Így kérdezni a benneteket, hogy ti mit vártok személyesen az idei karácsonytól? Én személyesen a karácsonytól a csendet várom, és a lelassulást. Én elsősorban egy találkozást, ahogy az Úr Jézus születésének ünnepét üljük, és ő eljött, nagyon közel jött hozzánk, és szeretnék én is jobban ráfigyelni és befogadni, hogy igazi találkozás legyen. Én ünnepet várok egyrészt az egyházban, a gyülekezetben és a családokban, mert megszólal az a mennyei üzenet, az Isten igéje az Új Szövetségből, hogy megszületett Betlehemben Jézus Krisztus, és azt gondolom, hogy ez nem csak nekünk, de a világ számára is örömhír. Megmondom, őszintén azt várom, hogy a gyerekeimmel fogunk játszani, feleségem csinált kis kövekből különböző figurákat, és el fogjuk mesélni majd a család többi részének a betlehemi történetet, úgyhogy már addig várom, hogy halljam őket, hogy hogyan adják ezt elő. Másfél ugyanakkor tudjuk azt, hogy ilyenkor rengeteg minden zajlik, karácsonykor, karácsony előtt őrültek háza van mindenhol, legtöbb helyen legalábbis, nehezen megy a csendességet mondtatok. Szól az sok evésről, az ajándékról, a karácsonyfáról, a hóesésnek a várásáról, meg egyebekről, de úgy mégis minden mellett azt is mondjuk, hogy ez egy születésnap. Ti mit szeretnétek adni Jézusnak születésnapjára? Mit ajándékoztok ő neki? Az egyházi esztendő kezdetén a legnagyobb ünnepet éljük meg, és nekünk embereknek, akik hallottuk ezt a hírt, és azt mondjuk önmagunkról, hogy keresztények vagyunk, hisszük, hogy ez ilyen szempontból önmagunk és a világ számára egy olyan ünnep, ahol érezzük, hogy Immanuel velünk az Isten. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézusnak akkor adjuk a legnagyobbat, ha leborulunk mindnyájan lélekben a betlehemi jászol köré, és el tudunk csendesedni, és megérteni azt, hogy ez a világ gazdagodott ő általa, mert szeret az Isten bennünket. És az Isten szeretetéről nem csak beszéltek a próféták, hanem a proféciák beteljesedtek, és ma 2019 karácsony ünnepén ez a legörömtelibb, hogy van üzenetünk a ma emberéhez, és ez minden bizonnyal, ahogy születésnapon valakinek ajándékot viszünk, akkor tudjuk, hogy miért viszünk ajándékot, mert az Úristen megajándékozott bennünket az ő egyszülött fiával, és ahogy már erre utalás történt, hogy a külső környezetünk, a világ, a társadalom készül már hónapok óta erre az ünnepre, mi, az egyház képviselői, lelkészei viszont azt az üzenetet hirdetjük, amely ránk bízatott, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Van esetleg konkrét elképzelésed, hogy milyen ajándékot szánsz Istennek? Én azt gondolom, hogy Istennek azt az ajándékot adja az ember, hogy ezen az ünnepen is úgy tud szolgálni, hogy még inkább hagy önmagának több időt. Arra, hogy az ige fölé úgy hajol, hogy a tentáció, meditáció, ráció, mindaz, ami az Isten igének a megszólaltatásához elengedhetetlenül szükséges, amelyről éppen te beszéltél, a rohanó világban, még többet tudjunk adni mi,
mint mi lelkipásztorok, és a csendben azért a lélek munkálkodik, és amikor mi felmegyünk a szószékekre, akkor nem az önmagunkét szólaltatjuk meg, hanem pont azt, amit ránk bíztak. Karácsonykor, és azt ünnepeljük, hogy az Isten fia eljött közénk, önmagával ajándékozott meg minket, és tényleg a mi szolgálatunk ezeken az ünnepeken nagyon sok odafigyelést kíván, előkészületek, illetve hát, hogy tudjunk igazán helytállni a közösségünk javára. De igazán akkor tudjuk valóban ezt megtenni, és számomra ezt szeretném ajándékozni, hogy a nő önmagát ajándékozta nekünk, hogy én is erre tudjak több időt szentelni, elcsendesedni. Részben, mivel katolikus papok nem családi közösségben élnek, hanem úgy adják oda az életüket, és talán ilyen szempontból nekem ez a meghittség, ami leginkább úgy érzem, hogy adhatok, és szeretnék is adni Jézusnak karácsony szent napján. Röviden válaszolva erre a kérdésen, önmagamat szeretném odaadni. Kicsit hosszabban válaszolva, az adventi időszak és a karácsony ünnepe, révén, hogy Jézus születését ünnepeljük, az számomra összekapcsolódik azzal, amikor láttok egy kismamát, aki már várja a gyerekét, az izgatottságot van a családban, amikor én átéltem ugyanezt a saját gyermekeim születésének az idejében, és valami végérvényesen megváltozik az ember életében, amikor gyermeke lesz. És hogyha Jézus megszületik az életünkbe, akkor az is egy végérvényes változást jelent. Akár úgy is mondhatnám, hogy felforgat mindent a szó jó értelmében, hogy ő lesz az igazán fontos. És én azért válaszolok, hogy önmagamat szeretném adni, szeretném minél jobban megnyitni az életemet előtte, hogy ő abba be tudjon lépni ismét ebben az ünnepben, és hogy a fő helyet tudja betölteni, és köré rendeződjön minden. Valószínűleg az enyém is valami hasonló, ilyen nehéz becsomagolni, ez a, úgy fogalmaztanak, hogy a hitből való odaszánás. Hogy a zsidó 10.39-ban látjuk azt, hogy a hit emberé vagyunk, és hogy igazából életet akarunk ezzel nyerni. És ebben bízom én is, hogy úgy tudom odaszállni magamat, hogy merek hitben lépni, és nem pedig csak úgy emberileg el tudj maradni dolgokban, hanem amikor ő hív valamire, akkor melyek, ahogyan ti is mondtátok, felállni, és őt képviselni, őt látod hová tenni. Akkor van egy nehezebb kérdésem most felétek, ez pedig az, hogy ha maximum 10 szóban kell összefoglalni a karácsony lényegét, mi lenne az? Ha egyházról beszélünk, már pedig az egyházunkat képviseljük, akkor mégiscsak a Szentíráshoz kell közelebb lépnünk és abból merítenünk az eredeti forrásból. És az eredeti forrás alapján az evangéliumok e tekintetben egy olyan gazdag merítést adnak, amelyről talán úgy tudna az ember röviden összefoglalást adni, hogy ez az ünnep a testélet Úrról szól, aki inkarnálódott értünk abban az egyszerű közegben. Öröm, béke, hála, köszönet, ünneplés. Ezek a legfontosabbak, amiket úgy, hogy eszembe jut és kifejez karácsony ünnepe. Számomra azt, hogy tudnám megfogalmazni 10 szóban talán, ha belefér ebbe a 10 szóba, hogy Isten megtartotta az ígéretét, valóra váltotta, és eljött a szabadító. Hát ott lenyúltad az enyémet, én úgy fogalmaztam meg, hogy a megváltó megszületett, azért, hogy szabaddá tegyen minket az Isten való kapcsolatra. Megyek nagyon hasonló, igen. Én érdekes, hogy az, ami a karácsony üzenet, azt milyen könnyű összefoglalni röviden is, nem? És mennyire jó, hogy ezt mindenki meg tudná tenni körülöttünk, és át tudná adni másoknak, hogy ezt megcsinálják ők is. És akkor kérdezd meg azt, hogy mit tanácsolnátok az embereknek, hogy mit csináljanak annak érdekében, hogy ez a karácsony, ez ne a megszokott rohanás legyen, hanem mondjuk egy fokkal jobb legyen, mint amilyen tavaly volt éppen. És az adventi előkészület ma elsősorban a sokak számára az ajándékozás, az ajándékok előkészítése, beszerzése, erre irányult előteljesen a figyelem, hogy miért is kell ajándékozni, vagy miért is akarunk ajándékozni, miért is akarunk örömet szerezni, hogy arra jobban odafigyelni Jézusra, és tényleg egy családi körben is, hogy ne csak az ajándékoknak örvendezve, hanem azért valóban hangozik föl egy egyházi ének Jézus köszöntésére. Hála mennyei atyának, hogy elküldte fiát. Köszönet a szűzanyának, aki vállalta, hogy közvetíti, befogadja és ajándékozza az Isten fiát. Tehát ez a bensőségesség, mert én úgy most már úgy 75 évhez közeledve, gyerekkori karácsonyokra visszagondolva azért sokkal erőteljesebb volt azért az Jézusra figyelés, az ő születésének az ünneplése,
és hogy erre ne feledkezzünk. És most azt tapasztalom, hogy sokszor gyerekekkel beszélgetve, hogy ünnepelték a karácsonyt, hát minden szép jó, csak éppen nem igen történik annak az említés, akiért ünnepelünk. Tehát én ezt kérem, hogy figyeljünk Jézusra, ő az igazi ajándék és örömforrása a karácsonykor. Az ünnepre való ráhangolódást segíti a magunk mögött hagyott 4 hét, amelyet adventi időszak nevezünk, és az advent a várakozásról nevezetes. Az előttünk látható adventi koszorú 4 gyertyájának lángocskája is pislákol, és valahol ebben a készülődésben nem a versenyhelyzetet kell nekünk átélnünk, hanem azt, hogy minden családnak szüksége van a heti beosztásban, akár este a közös találkozásra, beszélgetésre, fehér asztal mellett, vagy nem utolsó sorban hétvégente. De mégis a nagyobb sátoros ünnepek így elsőként az egyházi esztendőben karácsony arra ad lehetőséget, hogy a nagy család találkozzon rokonlátogatások alkalmával, és ennek az ünnepnek mégiscsak az az egy lényeg van, hogy Jézus Krisztus megszületett, és valóban van örömünk az ünneplésre, és több mint 2000 éve a közénk jött betlehemi jászolban az Isten azt üzeni számunkra, amely ott van a Szentírásban, ott van a hirdetett prédikációkban, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És ha ez elhangzik, akkor mégiscsak a ma élő nemzedéknek is kell tanúskodnunk, kell beszélnünk a mai nyelven arról, hogy nekünk valóban jelent valamit, ami az ünnepet igazán ünneppé teszi, és nem csupán csak a külsőségek, a kereskedelemnek az a gazdag kínálata, amely mindenkit elkápráztat, hanem valójában az ünnepnek ez a lényege, hogy örvendjünk, mert Jézus Krisztusunk megszületett. Én egy szót szeretnék idehozni, az üresség. 2 nappal ezelőtt baráti körben beszélgettünk a karácsonyról, és ez a szó jött elénk. És ennek 2 féle értelme van. Az egyik az, hogy a rengeteg külsőségre figyelek, de az ünnepet nem akarom tartalommal megtölteni, akkor az olyan lesz, mint egy szépen becsomagolt üres doboz, hogy jól néz ki, de valójában nincsen benne semmi, tartalom nélküli. És lehet úgy nyugodtan karácsonyt ünnepelni, hogy sok ajándék van, rengeteg étel van, vannak benne találkozások, van benne közös filmnézés, játék, bármi, de igazából a lényeg az elmarad, üres marad az ünnep, nem töltjük meg tartalommal. És az ürességnek van az az oldala, hogy törekszem arra, hogy megüresítsem magamat, hogy minden gondolatomat, minden tennivalómat, mindent, ami foglalkoztat, azt félretegyem, és az ünnepre figyeljek, Jézus születésére figyeljek, és hagyjam, hogy Isten töltsön be. És akkor már is ez lesz a fontos, és nem az, hogy most megrepett az a beigli, vagy nem repett meg az a beigli, mennyire van kitakarítva, vagy nincsen rendesen kitakarítva, hogy sikerült az az ajándék, eltaláltam, nem találtam, mint a másik szeret, nem szeret, hanem akkor már is a lényegre tudok figyelni. És akkor egy kicsit vissza lehet helyezni a karácsonyt a megfelelő helyére, mert az látszik, hogy egyre inkább a kereskedők ünnepévé kezd ez válni, és egyre kevésbé az ünnepeltet ünnepeljük Jézust, aki ennek a születésnapját ünnepeljük, és akkor ha ez a megüresítés megtörténhet, és Isten be tud lépni az ünnepbe, akár egy mosolyban, akár egy ölelésben, akár egy pár perces csöndben, amikor ülünk az asztal körül, egymásra figyelünk, Istenre figyelünk, akkor már is azt mondom, hogy most már nem a kereskedők ünnepe, nem az üresség ünnepe, hanem Istennek az ünnepe, aki be tudja tölteni az életünket. Köszönöm, én így vagyok, hogyha ez mind menne akár magamnak, akkor már boldog lenne a karácsonyom, hogyha érülnék ennek. Mi azt fogalmaztuk meg, inkább én fogalmaztam meg, és a többiek még elviselik az én gondolataimat, hogy milyen jó lenne az, hogyha karácsonykor beszélgetnénk kicsit arról, hogy nekünk mit jelent Jézus személyesen, és utána pedig elmondanánk őnek is, hogy hogyan vagyunk ővel, hogy mit jelent ő nekünk. És ez már kicsit színezi a karácsonyt. Közben egy dolog még eszembe jutott, hadd kérdezem meg azt is tőletek, hogy mi gondoltok, hogyan lehetne megőrizni a karácsonyt a következő héten is? És nem feltétlenül a szilveszterkor, de hogy hogyan marad a karácsony tartós, hogy nem csak néhány napról szól, hanem mondjuk 27-én is, vagy onnan 4-én is karácsony legyen az a gondolkodásunkban. Változnak az idők, és benne mi is változunk, és az Úristen szent lelke ezen azért sokat változtat minden bizonnyal, és Isten igéje,
és reánk, akikre bízták a külső-belső elhívás alapján az igének a megszólaltatását, és azt tudjuk, hogy a ma embere is ugyanolyan, mint bármelykor embere, hogy vágyakozik a jó szóra, arra az üzenetre, amelyre mégiscsak oda tud figyelni, és amikor beszéltünk ezen az ünnepen, vagy megszólalunk ezekben az órákban, karácsony ünnepén erről a nagy eseményről, akkor mégis kell, hogy a mi prédikációink, üzeneteink nyomokban ott legyenek mindenkinek a lelkében. Hagyjunk valamit lelki ajándékként, amit el tudnak vinni a templomainkból. És azt gondolom, hogy a karácsonyi üzenet az mégiscsak nagyon fontos, mert eljönnek a híveink a templomainkban is. Erre a hangzó igére, amely prédikációnak nevezünk mi evangélikusok, nagyon is vágyakozik a ma embere. Hát számunkra, katolikusok számára különösen is nagy lehetőség, hogy a Szentmisén részt vegyünk, hiszen ugyanaz Jézus Krisztust köszöntjük a templomban, az oltári szentségben, aki karácsonykor Betlehemben megszületett és eljött, és hát azt ígérte, hogy velünk marad a világ végéig minden nap, tehát lehetőséget ad a mindennapos találkozást, hogy, és hogyha ez megtörténik, akkor ebből fakad, hogy kiárad a béke, a megértés, a segítőkészség, a szolgálat embertársaink felé, és hát példaképeink, a szentjeink azért ebbe nagyon olyan példát mutatnak nekünk, hogy milyen óriási jelentősége van, amik például minden nap részt tudnak venni szentmisét, úgy rendezik a napjukat, és esetemig be is fogadják a szentáldozásba. Hát ez mindenképpen a karácsonynak a örömét, békéjét és a legszemélyesebb találkozást, megőrzését jelenti Jézus Krisztussal. Van egy régi sláger, ami gyerekkoromban volt, azt hiszem nagyon népszerű, de újra és újra lehet így karácsony táján után hallani. Egy-két sorát hadd idézzem, hogy ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Ez nekem nagyon-nagyon szomorú ez a szám, viszont nagyon-nagyon reális. Mert azt mutatja, hogy karácsonykor, minthogyha a szívünket is jobban megnyitnánk, meg a pénztárcánkat is jobban megnyitnánk, ha akkor kérni tőlünk egy hajléktalan, hogy rászorul, akkor talán jobban adunk. Januárban már annyira nem ég bennünk ezek a szeretetnek ez a lángja. És én azt tartom nagyon fontosnak, ez nem csak a karácsony utáni időszak, hanem az élet minden napjára igaz, hogyha újra és újra Isten a fontos nekem, és minden reggel így kelek fel, hogy nem csak karácsonykor született meg az életemben Jézus, hanem minden nap ott van az életemben, akkor ez a szeretet nem fog elmúlni, akkor nem kell nekem őriznem valami lángot, hanem akkor ez élővé válik a számomra. Köszönöm szépen minden számotokra, és köszönöm a beszélgetést is, nekem sok hasznos dolog volt benne, és remélem, hogy a nézők számára is rengeteg hasznos dolog volt, és akár most éppen egyedül vagyunk otthon, akár éppen családban, vagy nagy nyüzsgésben, mindenképpen tudjuk azt, hogy semmiképp sem leszünk egyedül, hiszen Krisztus ott van mellettünk, hiszen ő eljött a földre, és nem csak azért jött el, hogy legyen egy karácsonyunk, hanem azért, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk ő vele. Szóval ezt mondja a Galata 4:4-5 is. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. És a karácsonynak ez az egyik nagy üzenete, hogy lehetünk Isten gyermekei. Így kívánok mindenki számára békés és leginkább áldott Istennel gazdag karácsonyt. Advent második vasárnapján az evangélikusok adtak műsort az Eszterházi kastély előtti kis adventi faluban. A fellépők között volt a pápai evangélikus gyülekezet kórusa is, akik színvonalas műsort adtak a szép számú közönségnek. Most ebből láthatnak egy részletet.
A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont kamarazenekara ezúttal a Huszár Közösségi Házban tartotta karácsonyi koncertjét. A hangversenyen Vivaldi, Bach és Händel művek csendültek fel. A zenekar az alkalomra vendégművészeket is hívott, akik közül többen szólót is játszottak. Ha az egész évet tekintjük, akkor volt már koncertje a JMSK kamarazenekarának. Meghatározó volt a jubileumi koncertünk, úgyhogy arra készültünk az első fél évben gőzerővel, és szerintem ez elég jól sikerült, mert sok mindenkit mozgósítottunk, az iskolai vonózenekartól kezdve a régi tagokat visszahívtuk, akkor kórus működött közre, gyerekek, úgyhogy szerintem ez egy jó projekt volt, sokat dolgoztunk vele, de mindenki szívesen csinálta. Második fél évben, azaz az új évadban a mai koncertre készültünk, úgyhogy egyelőre ennek az évadnak ez a munkája, ez a karácsonyi koncertre való készülődés. A 2019-2020-as évadban a karácsonyi koncertet a barokk jegyében állította össze a Karnagy. Ez egyik se konkrétan karácsonyi műsorszám, de szerintem Vivaldi, Bach és Händel művei azok mindig megállják a helyüket egy karácsonyi koncerten, de most már évek óta úgy vagyunk, hogy így kimondottan karácsonyi dalokkal nem igen készülünk, hanem így a hangulatot próbáljuk meg a művekkel megragadni. Most kettő szólós mű lesz, mindegyik elég különleges. Az egyik egy Bach kantáta részlet, az 51-es kantátának az első áriája, ami szoprán szóló és trombita szóló. Ez egy nagyon harsány és nagyon impozáns mű, szeretjük játszani, nem olyan könnyű az együttjáték, de elég jól összehoztuk, ez egy nagyon mutatós darab. A másik pedig egy kétoboás Vivaldi koncertó, amit mivel itt Pápán nem nagyon van oboa, ezért két fuvola fogja játszani. Hát ott az az egy kis bökkenő van, hogy azért a
kettő hangszernek a hangszíne meg a fekvése azért nem egészen azonos, és talán az első tételben kicsit mély a fuvolának ez a hangfekvés, de azért jó szól így is, úgyhogy nagyon szép lesz. A lassú tételt az kimondottan jó szól fuvolán. Hát egy bajom volt, hogy ugye ezekhez a barokk művekhez ehhez mindig járt kontinuó, és ennek a műnek nem sikerült megszerezni, úgyhogy itt nem lesz csembaló, az összes többibe van. Az évad második felére is jut feladat, készen vannak már a tervek. Ígértünk mi egy ilyen retro koncertet, ami így félig meddig valósult meg, most megpróbáljuk a másik felét megcsinálni, tehát lenne egy tavasszal egy olyan koncert, ahol újra ilyen régi számokat, orosz számokat, vagy hasonló stílusú számokat vennénk elő, és akkor tervben van a évad végére egy olyan koncert, ahol megint a tehetséges zeneiskolásoknak adnánk szólózási lehetőséget zenekar kísérettel. A Szent Anna római katolikus óvodában ebben az évben is színvonalas műsort adtak a gyerekek, amit a felnőttek minden esetben dalokkal köszönnek meg. Ebben az esztendőben is szeretettel készültek az óvodapedagógusok. A három gyönyörű dal közül mi egyet mutatunk most meg önöknek. Hallelujah!
Az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézménye ellátottjai minden évben megható karácsonyi műsorral készülnek a szülők és támogatók számára. Idén már új helyükön, a Szent Anna házban a tél örömeiről, hóesésről, összetartozásról énekeltek. Az ünnepség végén nem csak az ellátottak, de a meghívott vendégek is ajándékban részesültek. Az ESZI Fogyatékosok Nappali Intézményének ellátottjai minden évben szívmelengető karácsonyi műsorral készülnek a szülők és az intézmény dolgozói számára. Idén már új helyükön, a Szent Anna házban készültek a karácsonyra. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI vezetője, hálás szavakkal mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukat és az ellátottak életét segítik. Elsősorban a szülők és az ellátottak nevében mondok köszönetet az önkormányzatnak, mivel mindig maximális erkölcsi és lehetősége szerint anyagi támogatásáról biztosít bennünket. Köszönet polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, akik mindig különös figyelmet szentelnek a városban lakó fogyatékkal élők ellátásával kapcsolatban, legyen az intézményi vagy civil szervezet. A Boeing cég már 6 éve támogatja az időskorúak szociális ellátásáért alapítványt. Az idei évi támogatásuk 2000 dollár volt. Pásolós verset szeretnék elköszönni. Hangulat. Olyan jó érzés várni a csodát, hinni azt, hogy mindig van tovább. Érezni, hogy pezseg az élet, észrevenni minden apró szépet. Tavaszi szellő lágy fuvallatát, bárány felhők közt a napsugarát, a kisrigót, mert neked fütyül, fűszálat, melyen harmad csepje ül, virágokat, hisz illatuk szár feléd, meg annyi édes, vidám, tarka kép. Hinned kell hát, hogy mindig van tovább, merned kell várni a csodát. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék az intézmény minden dolgozója nevében áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben eltöltött boldog új évet kívánni. Az ellátottak mindig rengeteget készülnek a karácsonyi műsorra, dalokat tanulnak, díszeket, jelmezeket készítenek, hogy egy szép ajándékkal lepjék meg a nézőket. Ebben az évben egy kicsit vidámabb műsorral készültünk, úgy szerkesztettük, végül is a harmadik gyertyát gyújtjuk, advent harmadik gyertyáját, egy kicsit ez már az öröm, a várakozás, az örömre való készülésnek az időszaka, és olyan hangulatos, a tél örömeit kifejező dalokat válogattunk, egy kicsit az ajándékozás, ebben egy kicsit megfogalmazzuk azért azokat az értékeket is, amiket hát mi szeretnénk képviselni. Sokat készülünk, ajándékokkal nagyon hosszan készülünk. Ebben az évben olyan természetes anyagokat használtunk fel, illetve újra hasznosított papírból gyönyörű csillagokat, díszeket, és ezek is kerültek a háttérben, a dekorációban, illetve a szülőknek ajándékot is ezekből az anyagokból készítettünk. A karácsony a reményről is szól, fogalmazott beszédében Unger Tamás alpolgármester a Szent Anna házban. Amikor a négy gyertyát meggyújtjuk az adventi koszorún, akkor a végén a béke gyertyájával is együtt mi a reményünket fejezzük ki, hogy végre értünk egy sötét időszaknak, reményünket fejezzük ki, hogy innentől kezdve minden egy kicsit melegebb, egy kicsit világosabb, egy kicsit szebb lesz. A mi sorsunk is egy kicsit jobbra fordul, és amikor elérkezünk a karácsony ünnepébe, akkor ez a hit, remény, béke és szeretet egysége ül le a mi szívünkbe. És ha már karácsony, akkor ünnep, Márai Sándor azt mondta nagyon röviden, az egészet nem fogom idézni, csak az első sort, mely szerint, ha ünnep eljön az életedbe, akkor ünnepelj egészen. Hogy ez mit jelent, mindenkinek más-mást jelent, de Márai azt javasolja, hogy kívülről és belülről is tudjunk ünnepelni. Tegyünk magunk körött és magunkban is rendet. Találjunk vissza magunkhoz, találjuk meg a békét magunkkal, találjuk meg a békét embertársainkkal, forduljunk hozzájuk, és legyünk jóságosak velük, legyünk velük békében, legyünk velük szeretetben. Én azt hiszem, hogy a mai nap ez pontosan erről fog szólni. Erről szól,
ez a remény ez mindannyiunknak megadja azt a lehetőséget, hogy magunkhoz találjunk, karácsony megadja azt a lehetőséget, hogy magunkhoz találjunk, embertársainkhoz találjunk, és amikor majd elérkezik az ünnep, akkor majd ünnepelünk mindannyian otthon, szeretetben, családunk, szeretteink körében, és egy kicsit nyilván magunkban is, hitben, reményben, szeretetben és békességben. A műsort követően az Időskorúak Ellátásáért Alapítvány jóvoltából a gyerekek egy-egy ajándékcsomagot kaptak, illetve ők is megajándékozták a szülőket, támogatókat kézzel készített mécsesekkel. A karácsonyi koncertek sorából minden évben kiemelkedik Pápaváros Bárdos Lajos vegyeskarának adventi hangversenye. Ebben az évben december 16-án léptek fel hagyományos helyszínükön az evangélikus templomban. A teltházas koncert néhány dalát most újra meghallgathatják. Yeah.
Több száz éves hagyományt követve adventben a szeretet ünnepére, a kis Jézus születésére emlékezünk, és a karácsonyfa alá mi is letesszük ajándékul műsorunkat. Fogalmazott Vencel Csaba igazgató a Tarci Lajos Általános Iskola hagyományos karácsonyi koncertjén. Az ünnepváró előadást a közönség vastapssal jutalmazta. A műsorban az iskola kórusa is fellépett. Yeah.
Oh.